Sziasztok! Macukei vagyok. Hajas dolgok. Mint azt tudjátok, nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a hajam az mindig szép és színes legyen. Szóval amikor elköltöztem, eléggé bestresszeltem, hogy úristen, mi az Isten fogok most használni, mivel hogy itt nem lehetett kapni azokat a termékeket, amiket én otthon használtam. Na, hála Istennek megtaláltam ezt a márkát, aminek nem más a neve, mint Knight and Wilson, azt hiszem. Igen, ennek a márkának Knight and Wilson a neve. És ez pedig a hajfesték, amit találtam. Tegyük hozzá, hogy nagyon nagy, és ahhoz képest nagyon olcsó, csak azért nem mindegy, mikor mentek a boltba, mert néha le van árazva mondjuk egy 4 fontra, néha meg 7 font, szóval azért nem mindegy, de amúgy annyi terméket kaptuk, és annyira pigmentált ez a festék, hogy nem kell belőle egyébként sok. Szóval ez miért van még mindig a kezemben? Szóval igen, én élek halok azért a márkáért, nagyon sok cuccukat használtam már egyébként, a haj termékeik is elég jók. Azokat is tudom nektek ajánlani, mikor még volt a fekete a hajamban, aminek még itt van pár maradéka, de ugye most már növesztem le. Akkor a feketét is az ő márkájukkal festettem, és nagyon szerettem, illetve van tartós kékjük is például. És ami szintén nagyon király, hogy ez a márka például csinál tartós festékeket is, nem csak ilyen extrém színeket. Szóval, ha természetes hajszínre vágytok, akkor abban is vannak nagyon-nagyon szép barnák, meg szőkék, meg minden, amit el tudtok képzelni. Megint mutatom nektek akkor közelről, hogy melyikek azok a színek, amik például most az én hajamban vannak. Szóval én személy szerint ezt a három színt szoktam használni. Bemutatom a kis bébiket. Ugye a középső az egy tipikus lila, viszont eléggé világos. A szélén lévő az egy ilyen kékes lila, viszont eléggé sötét. Ez pedig ugye a pink, ami itt a legalján van a hajamnak, az pedig ez. Na, én általában ezt a kettőt keverni szoktam, és amikor frissen van szűkítve a hajam, akkor általában többet rakok ebből a színből, a sötétebből rá, hogy ugye jobban elfedje a friss, világos tövet, mert ugye alatta le van szűkítve. És utána, amikor már csak újra kenem, mert valamennyire lekopott, akkor szoktam ebből a lilából többet tenni. Azt mondanám, hogy 30-70%, szóval 70% ez, 30 ez, amikor frissen szőkített világos hajra rakom rá, hogy megkapjam ezt az ilyen sötétebb színt, majd utána pedig megfordítom a dolgot, és akkor mondjuk 70%-ot rakok ebből, és akkor csak teszek bele egy keveset a kékből. Szóval ez a töve a hajamnak, illetve a szélei. Nem tudom, mennyire tudom megmutatni, mert most sok benne a kék. De igen. Ez a kettő az, amit használok a felső részre, illetve van benne egy harmadik szín, csak annak már nincs meg a doboza, annak pedig Truly Blue a neve. Az egy kék szín, viszont sokkal lilábbnak tűnik majd a dobozon, mint amilyen valójában. Szóval egy gyönyörű kéket fogtok kapni, de a dobozon egy ilyen nagyon fura, nagyjából ilyen szín van, de ne higgyétek el. Ha megtaláljátok azt a színt, aminek az a neve, hogy Truly Blue, akkor az kék lesz. Szóval, mint azt látjátok, itt a végein látszik, hogy ez töménykék. Szóval ezeket a színeket használom. Ez pedig a szín, ami a legalján van, ami szintén, mivel frissen van festve, még ugye nagyon-nagyon sötétnek tűnik. De megpróbálom nektek megmutatni az alját. Ja, szóval ennek mondjuk ilyesmi színe van. Ennél sokkal élénkebb lesz, hogyha szép szőkére rakjátok, de nekem alul annyira nincs teljesen leszőkítve, inkább csak egy ilyen kis szőkés barnára, hogy azért befogja, mert szintén amit nagyon szeretek ebbe a színbe az az, hogy annyira pigmentált, hogyha ezt a színt felviszitek egy világos barna hajra, akkor biztos, hogy egy gyönyörű vibráns színt fogtok kapni, annak ellenére, hogy nem egy szőkített alapra viszitek föl. Szóval ezt abszolút tudom ajánlani akkor is, ha nincs tökéletesen leszőkített hajatok, viszont természetesen nem lesz olyan élénk, mint egy szépen leszőkített alapon. Ja. És amit amúgy még nagyon-nagyon szeretek ebben a festékben, az az, hogy van benne argánolaj. Amikor frissen van festve a hajam, olyan, mintha egy új hajat kaptam volna, mert annyira puha és esküszöm rendbe rakja a hajam. Viszont ez több mint 100 milli, szóval ezt nem tudjátok hazavinni, csak ha van bőröndötök, szóval ezzel számoljatok, ha esetleg innen szeretnétek belőle felpakolni, hogy ezt a festéket csak akkor vegyétek meg, ha van bőröndötök, ahol le tudjátok adni, mert ugye 100 milli a maximum, amit felvihettek egy tubusban a repülőre. De mondjuk végül is vehettek kis 100 millis izéket, nem tudom, de nem biztos, hogy szórakoznék vele. Általában egyébként sokkal élénkebb a hajam, csak mivel most teljes egészében frissen van festve, tehát egyszer mostan meg azóta, ezért tűnik ennyire sötétnek, de ha felnézek az Instagramomra, ott látjátok, hogy valójában milyen színű szokott lenni a hajam, szóval esetleg nézzetek rám, mielőtt azt mondjátok a festékről, hogy jaj, nem elég élénk, higgyétek el, hogy elég élénk. És szintén egy új dolog, amit felfedeztem mostanában a boltok polcain, az nem más, mint ez a Herbos, szóval szép magyarosan mondtam, Herbos nevű márka. Elméletileg az a márka kifejezetten arra specializálódott, hogy a törékeny, halott hajakkal kezdjen valamit. Ugyebár ha a hajat teljesen halott, azon nem tud mit kezdeni, azon kívül levágod, de gyakorlatilag meg ha van még valami élete a hajadnak, akkor nagyjából ez a márka tud segíteni abban, hogy rendbe ragd. És nekem ez a sampon eszméletlenül bevált. Nem mondom, hogy jobb, mint a argánolajas lassos sampon, de talán kíméletesebb, mert ebben például abszolút
bár van habzó, nem van benne habzóanyag, akkor nem tudom, ugyanaz. Szóval amikor megláttam ezt, annyira tetszett a dizájnja, meg hogy cruelty free, meg minden, úgy döntöttem, hogy adok neki egy próbát, és tegyük hozzá, hogy én a hajamban nem nagyon merek packázni, szóval nagyon ritkán cserélek le akármit, akár kondi, akár sampon, de mondom, adok neki egy próbát, és hála Istennek, hogy adtam neki egy próbát. Méghozzá azért, mert annyira kíméletes ez a sampon, hogy sokkal tovább tart a hajszínem, amióta elkezdtem ezt használni. Bocsánat, útközben fogta magát a kamerám, és túlforrósodott, és kikapcsolt. Ott tartottunk, hogy hair boss. Nagyon szépen megmarad vele egyébként a hajszínetek is, és ahhoz képes, meg elég jól megmossa a hajat. Ez viszont annak ellenére, hogy kímélő, kevésbé zsírosodik tőle a hajam, ami lehet pont azért is van, mert nem szedett le minden egyes apró kis zsírt a hajamról, és emiatt a fejbőröm nem érezte úgy, hogy túl kell termelnie, szóval nagyjából helyreállt a zsír termelése a kis hajamnak, ami csodálatos dolog, mert nagyon-nagyon sokszor kell mosnom a hajam alapjáraton, szóval az, hogy ő mondjuk egy napot segített nekem kihúzni, még húzba, az egy eszméletlenül nagy teljesítmény. Viszont megvettem a kondicionálóját is ennek a márkának, és nem fogok hazudni nektek, azzal nem voltam megelégedve. Nekem abszolút nem volt elég, még utána azt hiszem rávittem azt, amit általában szoktam használni, kondicionálót, mert egyszerűen annyira száraznak éreztem. A kondicionálója annyira nem jó, legalábbis nekem nem volt annyira jó, szóval én őszintén a sampont ajánlom, a kondit meg nem tudom, amit használtok, ami eddig bevált, de a samponja az tényleg megér minden pénzt. A kondi annyira nem, szerintem. Szóval szerintem abszolút megéri az árát, ezt tudom nektek ajánlani, ha erre felé jártok, de ezzel is szintén azon, hogy 300 milli, szóval ha nincs bőröndötök, nem tudjátok hazavinni. Amint még így a hajas termékekkel kapcsolatban mondani szerettem volna, az nem más, mint egy márka, aminek az a neve, hogy Bleach London. Biztos, hogy nagyon sokan hallottatok róla, mert tudom, hogy a vegánok nagyon-nagyon szeretik, mivel eléggé környezettudatos már a cég. Picit a termékek hangulata haj az egyébként a lásra, mivel hogy újrahasznosított műanyagban vannak, és ilyen kis fekete tégelyekben pont úgy, mint a lás, és nagyon minimál a dizájnja is. Sajnos semmi nincs tőlük új, amit meg tudnék mutatni, úgyhogy ne nézzen ki undorítóan, szóval berakok ide egy képet a termékekről, hogy nagyjából hogy néznek ki. Tőlük használtam a szőkítőt, kegyetlen erős, őszintén nem ajánlom. Vigyázzatok a hajatokra, szerintem nekem akkor halt meg egyébként a hajam, amikor azt rákentem, de amúgy emberfüggő, mert csomó ember meg ezeket használja minden egyes alkalommal, is megvan a hajuk. De nekem a szőkítők az túl erős volt, szóval az biztos, hogy újra nem fogom venni, viszont találtam tőlük egy maszkot, és olyan szépen rendbe rakta az egyébként tök halott hajamat. Mr. Hawker benézett egy pillanatra. Jaj, így vagy! Ki ez? Szóval találtam ezt a maszkot, ami egy ilyen rekreációs maszk egyébként. Bocsánat, ez a hajátok, hogy Hawker mozog a háttérben. És az én hajamat annyira szépen rendbe rakta, hogy a hihetetlen. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy új hajat kaptam volna. Most is használtam, és szerintem amúgy látszik, hogy használtam. Nagyon kis szép és bouncy. Szóval, ja, én azzal nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, azt is tudom nektek ajánlani, ha erre felé jártok, szerintem egy nagyon-nagyon király termék. Vannak egyébként színezőik is, nekem azok túl pasztelek, szóval sose próbáltam egyébként a színezőket tőlük, mert én azért az erősen pigmentált színeket szeretem a fejemen, szóval emiatt nem használtam az ő terméküket, de egyébként, ja, azt tudom nektek ajánlani, ha ti viszont szeretitek az ilyen kis pasztelles színeket, mert egyébként nagyon sok jót hallottam róla, illetve a szőke hajra való fehér, ez a tonerjük, nem tudom mi annak magyarul a neve, tonizáló cuccuk, az is nagyon-nagyon jó, mert egy kollégám használta, és olyan szép fehér haja volt, hogy nem hittem, hogy az lehetséges. Szóval igen, a Bleach London az egy másik márka, ami cruelty free és vegán, és abszolút tudom nektek ajánlani, ha szeretnétek színes hajat errefele. És azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyire össze-vissza ez a videó egyébként. Már annyira ritkán kell szépen beszélnem magyarul, hogy már elszoktam attól, hogy szép magyar beszéd, és ezt nagyon-nagyon hallani, hogy úgy beszélek, mint egy kocsis. És már nagyon-nagyon hallani az, hogy nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy szépen kelljen beszélnem, mert ugye amikor otthon beszélek, meg a szüleimmel beszélek telefonon, akkor így úgy beszélünk egymással, mint a kis falusiák. Hát, hi, hogy vagy? Aztán itt meg próbálkoztam szépen beszélni, nem sikerült, sajnálom. Okay, jó, ennyi volt ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk a következő videóban, akármi is lesz az. Sziasztok! We'll be right back.